Dániel Sándor karcagi díjazott, 16 éve választotta hivatásul a tűzoltói pályát. Vele beszélgettünk munkájáról. A katasztrófa védelmi állományban végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként a tűzoltóság napja alkalmából Dániel Sándor címzetes tűzoltó főtörzsőrmestert, dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy dicséretben és jutalomban részesítette. 2005. október elején lettem felvéve tűzoltónak, és akkor kezdtem meg a 4 hónapos alapkiképzésemet. Ezt követően 2006. február elején léptem elsőnek szolgálatba a karcagi B csoport kötelékében. Nem volt azért ennyire egyenes ez az út, hiszen úgy tudom, hogy először szakmájában dolgozott. Igen, lakatosként dolgoztam egy lézerlemez megmunkáló központ mellett, amely eleinte elég érdekesnek, meg vonzónak tűnt számomra, viszont egy idő után úgy éreztem, hogy nagyon unalmas, mert hogy csak a gép dolgozik, én nekem csak a kész munkadarabot kell elvennem tőle, és az újat felrakni. Emellett én sokat tudtam gondolkodni, hogy mit is szeretnék majd csinálni, mert éreztem, hogy ez nyugdíjas koromig ez nem fog nekem menni. És így jutottam odáig, hogy a tűzoltó szakmát érdemes volna megpróbálnom. Úgy tudom, hogy azért nem volt ez olyan egyszerű, hiszen elmondta, hogy mikor került ide a tűzoltóságra, de pont abban az időszakban várni kellett jó sokat. Igen, 3 évet vártam arra, hogy legyen felvétel, és mikor ez a felvétel eljött, akkor felhívtak engem, és akkor megkérdezték, hogy szeretnék-e még lenni tűzoltó, és mondtam, hogy gondolkodás nélkül, hogy igen, szeretnék, és hát nagyon sokan voltunk erre az állásra. 3 napon keresztül volt a válogatás, és hát végül is sikerült. Az emlékezetes legelső tűzesete mi volt? A legelső tűzeset, amire úgy megragadt bennem, megmaradt bennem, az Püspökladánynak voltunk segítségnyújtásban, és egy nádasház teteje égett, az gyulladt ki, viszont átterjedt az egész házra, és újonc tűzoltóként felmentem én is a lángokkal küzdeni. Kapacsal a kezembe, mellettem egy ladányi kollega állt, aki sugárcsővel a kezében oltott, én pedig a törmeléket, meg mindenfélét igazítottam a kapacsal, és a födém egy idő után elkezdett ereszkedni lefele, majd kis idő múlva leszakadt, akkor már a fal tetejére álltunk, hogy ne essünk bele, viszont a mellettem álló kollega az egyik lábával belecsúszott, ő elindult lefele, én meg eldobtam a kapacsot, elkaptam a karját, és visszafelhúztam a falra, és mikor a nagyja füst elült, akkor láttuk, hogy bizony jó, hogy nem esett bele, mert rengeteg törmelék, szeg, törött fa állt össze-vissza lent a mélyben, és biztos, hogy sérülés lett volna belőle. Nem 200 kilós az az autó, amivel vonulnak, és ön mögött még ül 5 ember. Ez az ember vállára egy plusz terhet is ró? Mindenképpen, mert eleve azért, hogyha ha éjszaka is indulunk, nekünk 2 percünk van arra, hogy a jelzőcsengő elhangzása után mi a laktanyát elhagyjuk, és nekünk sofőröknek az az első, hogy hova megyünk, merre induljunk, jobbra vagy balra induljunk. És nekünk már akkor teljesen képbe kell lennünk ez alatt a 2 perc alatt, még ha álmunkból kelünk fel akkor is, míg a többieknek van egy kis idejük, mi kiérünk a helyszínre. Hogyan tudja letenni a szolgálatot? Tehát amikor hazamegy a gyermekeivel, feleségevel megbeszéli az napot? Ha könnyebb napunk van, akkor azt mindenképpen átbeszéljük, viszont hogyha tragédia helyszínén vagyunk, azt
nem mondom, nem lehet itt hagyni. Tehát az nyomot hagy az emberben. Ha hazamegy, akkor meglátják rajta úgy is, hogy olyan helyszínen voltunk, ami megvisel bennünket. Viszont nyilván gyerekeknek ezeket nem mondom el. A feleségemnek is csak úgy módjával, viszont idebent a kollégákkal átbeszéljük mindig, és tanulunk egymás tapasztalataiból is. Említettem már itt az előbb a gyermekeit, beszéljünk róluk is. Mit kell tudni róluk? Három gyermekem van, Emese, Kende, Csenge. Emese a legnagyobb lányom, ő a gimnáziumban első éves, Kende a református általános iskolába hatodikos, és Csenge pedig ugyanitt ötödikes. Lát esélyt arra, vagy szeretné, hogyha valamelyik tűzoltó lenne? Hát szerintem büszkeséggel néznék rájuk. Ahogy ismerve az ön feleségét, Katát, ő is ugyanígy biztosítja önnek a nyugodt családi hátteret. Igen. Nagyon nagy segítségemre van sokszor, mikor meghallgat, és tudom azt, hogy ha hazamegyek, akkor ő otthon a nyugalomban van, és nyugalom van. De azért nem mindig van nyugalom, hiszen azért voltunk mi már itt több alkalommal, amikor lépcsőfutó versenyekről érkeztek haza. Volt erre a pandémiás időszakban, volt erre mostanában lehetőség? Sajnos nem, az összes ilyen verseny lemondva van. Nem rendezik meg emiatt a pandémiás helyzet miatt, viszont a felkészülés az nem maradhat el, folyamatosan készülünk. Kende fiammal együtt szoktunk sportolni, futunk, és ez mind a kettőnknek jó. Mit kapott a tűzoltóságtól? Azt, amit várt, azt, amit elképzelt, vagy még annál is többet? Én úgy érzem, hogy sokkal többet kaptam a tűzoltóságtól, mint amire számítottam, mint amit vártam. A most kapott díjnak nagyon örül, ez még jobb munkára ösztönzi, és 16 év után sem bánta meg, hogy tűzoltó lett.